Gyere, indulj el! Gyere, 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 gyere! Ügyesen mindent bele, úgy bizony. Fantasztikus! Tessék nyomatni, orrom be, szálljon ki a levegőt! Jó mély levegőt, Krisztián, végig, ez nagyon-nagyon fontos dolog. Nyomasd, és én tudom, hogy meg tudod csinálni, ott leszel a másik oldalon. Úgy bizony, ügyesen. Fantasztikus! Teljesítés, mindjárt ott van a közepén, ezt nézzétek meg. Mindjárt ott vagy. És te most már 100%-ig, hogy megcsinálja. Hihetetlen! Napom el, ez mit szólsz? Fantasztikus. Én mondtam, hogy meg fogja csinálni. Tényleg. És sikerül, oda nézetek. Hihetetlen. Színádbori utca! Most már nincs sok, néhány méter. És ott jössz ki, ahol megbeszéltük, ez óriási. Gratulálok, már most lehet gratulálni neki. Nagyon ügyes vagy! Pár méter! Jó nagy levegőket vegyél! Most csak előre nézzél! Úgyse hallja, amit mondunk neki. Fantasztikus! Jó, itt lejje mondtam. Menjél tovább! Menjél! Ki tudsz már sétálni? Ez igen! Hihetetlen, vigyázzatok! Gratulálok! Végig sírtam az egészet, de nem, ezek olyan érzések, tehát gyerekem apja, nem tudok ezzel ellen mit csinálni. Egyszerűen olyan érzés fogott el, nem azért, mert féltettem, hanem mert hogy ő ilyenre képes, és hogy ennyire bizonyítani akar, és hogy ennyire ügyes, és oda teszi magát. Megyek veled Siófokra, Gyuri! Helyes, szeretettel várlak! Köszönöm mindenkinek, hogy itt volt velem. Egy nagy tapsot a Krisztiánnak, gyerekek! Tök olyan volt, mint hogyha egy ilyen görög országban érezném magam, és akkor a sziklára na, a harcos kimegy, ilyen érzés volt bennem. És ott olyan jó volt megpihenni, ott leszakadt bennem a stressz. Kicsit vérzik a sarka, azt hiszem a bal sarka, ha jól látom. Hát valami kajdló vagy kő ilyenkor. Ez miatt melegen tartja? Hát valami, de a legjobb lesz egy jó meleg fürdő egyetlenem, az a legfontosabb ilyenkor. Úgy gondoltam, hogy 50%, hogy átúsz, 50%, hogy nem, de kicsit azért mégis a nem felé ment a gondolatom, de hát hősiesen teljesítette a távot, és ez boldogság. És nem hagyhattam cserbe a brigádot, ha már kijöttek miattam. Olyan aranyosan őszó. Fantasztikus volt, gratulálok, mint szakértő, 5-ös kaptál, csillagos 5-ös. Tőled az elismerés. Hallod, mit érzel? Az rendben lesz majd. Hogy megcsináltam, mi legyen az új? Mit találjak ki? Nagy Duna. Egy kacsit azért adhattál nekünk, vagy én, várjál. Legjobb lenni, én beleesték most középen. Isten áldjon, gratulálok. Fantasztikus volt. Tényleg óriási volt. Várjál, majd idehozom a csónakot. Ez igen. Kell valami új motivált. Meghívok mindenkit most egy ebédre, egy ünnepélyes ebédre, egy szénhidrátus ebédre. A Balázs majd mondja a helyszínt, úgyis ott találkozunk, és folyt köv, jó? Idefelé kérdezted, hogy lesz nálunk tag. Igen. Mert tiszteletbeli taggá avathatunk. Kabátod is van, át is úsztad. Oké. Okay. Nem hát is kellett mentani. Hát ez óriási volt, de valószínű, hogy... Siófokon találkozunk. 20 évig nem csinálnám ezt, Gyuri. Ez azért tökös volt, ez férfias volt, főleg az, hogy a Gyuri ilyen elismerően nyilatkozott. De ott már vége volt. Tehát ott már nincs tovább, ott már éreztem, hogy megvan. Vigyenek haza, melegedjek fel, éljen túl, aztán csináljunk valami mást. Ha már akkor most ennél több nem kell, reméljük. Vigyázz, amik ugrasz, hogy az izmok... Izmok nehogy... És kérem szépen! Köszönöm a kabátot, ott van, hogy kell a kérdésében. Van egy kérdés? A kezdes kezdés, az jó van. Jó van, most a keringés is szállt rendesen. Találjátok még ki valamit. Hello! Nézd, gyorsabb telefonod meg, kicsit. Na gyorsabb, hogy na gyere, Gyuri. Forró víz, drágám. Gratulálok, büszke vagyok rád. Te vagy a legjobb tanítványom. Ez egyértelmű.
Óriási voltál, most már mondhatjuk, hogy a nemzetnek két rozmárja van, helyes, jó? Szerintem a Krisztián büszke volt magára, és egyébként meg is értem, mert hogy az is lehet. És én pont mondtam a Gyurieknek is, hogy higgyétek el, hogy a Krisztián visszafelé is megcsinálja. Ugyanúgy kijön, kiáll a sziklára, kicsi dicséri magát, és megcsinálja vissza is. Te és mit éreztem, amikor partot tértél, azt mondd meg, légy szíves? Hát ez... Milyen érzés volt? Ezt csak sportolók tudják, ez milyen érzés. Hát én tudtam, és megcsináltam. Tehát olyan büszke vagyok rád, érted, ez hihetetlen jó volt. De az elején semmi levegőt nem kaptam, Gyuri. Láttam, és küzdöttél nagyon, láttam, és óriási akaraterőd van. Ezek után mindenkinek tudik, egy igazi sportember vagy, ez teljesen egyértelmű. Megcsináltad. Több is sport teljesítmény, ebben más is volt, benne volt, érted? Úgyhogy most tényleg mennyibe fázni fogsz, jó? Menjetek, én azt mondom. Pamela, veled megyek? Ezek ilyenkor nem értenek hozzá. Menjetek most már, jó? Tényleg menni kell. Nagyon fázol. Érzem a lábaimat. Most tényleg? Mit közdösöd el a kezemet? Nem érsz meg. Nem mondod. Olyan buta vagy, hogy ilyen butaságot megcsináltál. De fröcskölöd ki az összes vizet. Az, hogy újra itt van a zuhanyzóban, a közös zuhanyzónkban, tök jó érzés volt, és hát ismételten szembesülök azzal az érzéssel, hogy imádom és szeretem. Nagyon fáj, jó fáj. De mit ért le? Hogy mindenem szúr. Ilyet csinálni, csak akkor most haza költözöm? Nem most olyan, hogy Berki, válaszoljál. Majd most mi a terved? Ezek után, hogy ezt megcsináltam. Hazaköltözöm, igen. Már ma este. Már ma este itt hol leszek. Olyan vagy, mint az a... És a Duna nem ilyen volt, Bódi. Hallod, a torkom itt ment. És a Duna nem ilyen volt. Hajó. Én meg szép vagyok miattad, hogy bizonyítsak neked. Imádom, mikor agresszív vagy. Imádod? Nem is érzem a szádat. Olyan ennyi, de akkor legalább elégnek volna, ha annyit mondasz, hogy bocs. Én kérek bocsánatot, te nem vagy normális. Akkor mondd el, hogy miket csináltál a Szilvivel? Miért írta azt az üzenetet? Megmondtam, hogy felfelé ne érdeklődjél. Mi az, hogy felfelé ne érdeklődjél? Egy szinten vagy velem, Berti, azért szültem én neked gyereket. Ő a barátom. Barátod? És mit csináltál a barátoddal? Ő küldött nekem SMS, nem? Nem? Lizé, nem jöttél még rá? Nem emlékszel rá? Miért írta az SMS-t? Hol találkoztatok, hogy nem jó volt? Nem én küldtem neki SMS-t. De tudom, hogy ő küldte az SMS-t. Hallod, olyan kelegen van belőled. Pamela elmondja, hogy sok minden nincs rendben, ez valójában így van. Aztán azt, hogy kiegyenesedik ezt majd igazából az idő fogja úgymond megmondani. Nézd meg, milyen patakot csináltál ide? Jó, hogy nem egy dumát. Majd ide hozottam a dumát, nem? Esküszöm neked, ide fogom tenni, fogom óvodásnak. Figyelj, órák kérdése, még a harmadik lábam is kiolvad. Elmegyek a Balázshoz az utcai mért, hazajövök, és te pedig készítsed a kádat. Milyen kádat? Elundorító vagy, Berki. Sokáig foglalod még a fürdőt? Hát, miért kóstolhatsz engem? Mi? Fogd csak meg. Ne kedd már magadra az étutcaimat. Hát lehet, van a jobb illatot is egyébként. Hát, akkor menjél haza, és akkor vegyél ott magad. Hát most miért ízész engem, hogy menjek haza? Hova mész? Ha iszom egy pohárra, baj? Nem baj, hát érezd magad otthon. Balázs, de szeretek lenni, tök jó ez az új kis lakása, nagyon otthonos, Betty is egyébként egy nagyon-nagyon cuki, úgyhogy nagyon jól érzem magam náluk. Figyelj, Krisztián, a fehér neműidet tettem a kis táskába. Ebből vehettél volna többet, Bari. A nagyban, meg a cipőidet, meg a gatyáidet. Hát írd össze legközelebb, és akkor mindent bevásárolok. Mert ez tényleg jó, mert nincs kalória, ugye? A fehér cipőjét betetted? Persze, ezt a pár percet meg kibírom. Jól érzed magad? Aha. Jó. Jó. Kutyát is megkezdelted már. Kérsz meg valamit? Hallod, de mondtam neked múltkor, hogy azt a másik fajta ízért vegyed műzlét, azt jobban szeretem. Neked vásárolok legközelem. De az nem, amelyiknek nagyobb, amíg nagyobb darabban. Jó, egy kicsit menjél ki a konyhába. Egész. Jó, ez, add ide ezt is. Csak kérlek. Ez is elég. Pakold a cuccait. Figyelj, rakni az én fotómat is, nem? Hogyne, mint családtag. Szívem? Igen. Gyere egy kicsit. Jó, én végeztem. Jó. Hallod? A cipőid a nagy táskában. Gyere egy kicsit. Van.
Oh. Ja, megünnep még az átúszás. Meg, igen. A végre, hogy eszembe jutott. Aha. Nekem dől cserő, szénúztam át. Jó. Gratulálok még egyszer az átúszáshoz. Balázstól számítottam arra, hogy hát felhozza, vagy legalábbis pluszban fog gratulálni az átúszáshoz, úgyhogy vártam. Na, emlész kocintani? Ne, jövök! Csak közben hozom a cuccaidat is. Nem csinálsz. Hát mert elmész innen. Kivékültetek. De... Örülök, hogy itt voltál. Örülök. Hát a tiéd. Bari, és akkor kocincsunk arra, hogy átúsztad. Arra kocintok, átúsztam. Mi kocintunk arra, hogy elmész. Nem áll, Bari. Most tényleg kiraktad. Szépen mennyi az a családodhoz, igen. Hasonló helyzetben mindenemet odaadnám Balázsra. Tehát akár élete végig is héderelhetne nálam. Biztos, hogy egy rossz szóval sem hozzám fel neki. Innentől kezdve viszont komoly rácsokat fogok szeretetni a lakásom ajtajára. Most tényleg erre kell, hogy erre veletek. Igen, meg még arra, hogy... És még arra, ne? Hogy? Hogy? Na? Hogy? Na mire? Hogy kisbabánk lesz. Már tudja. Már neked vagy neki? Tényleg? Nekünk. Igen. Ja, ez gratulálom. Nem neked, neki. Jó. Ne is tudjátok majd, köszön. Mi lett? Tudjuk. Na. Puha vagyok én is, kislány. Puha. Most ehhez nem kellettél, hogy ezt a betűvel is meg tudtam volna oldani. Tudom, gondoltam. És lehet, én is tudok csinálni. Mi nem, mit csináltuk meg, ha? Miért csináltuk volna meg? Hát meg kislány, én is tudok. Azt jó, hittem, jó. Hogy fiút csinálsz. Szerintem ne húzzuk az időt, mert szeretnénk kettesbe is lenni egy kicsit. Jó, megváltoztál, Bori. Örülök annak, hogy Natasa Zselyke és a Balázséknál születendő kislány között kicsi lesz a korkülönbség, úgyhogy akár még barátnők is lehetnek. Úgy tűnik, hogy mire ők barátnők lehetnének, addigra mi meg már nem leszünk barátok. Na, segítek a cuccaiddal. Maradj, így meg nyugodtan. Ne, ne hiszem, hát nem gondolom, hogy maradok. Jó, segítek levinni. Valami rezsiben ezt álljak be? Hát azt majd összeírom. De miért most kérdezed meg? Miért nem, amikor itt laktál, akkor most adtál egyből? Hát gondoltam, udvarias leszek. Na jó van. Nem is kell, hogy lekísérjen egyébként. Jó, oké. Okay. Most jó. Ne sértődjél meg. Én nem sértődök. Ez az életrendje. Mindenkinek a családjára van a helye. Ne hívj, ne keres, tudod? Tudom. Több helyről sikerült engem kidobni, és hát ugye a legjobb barátom is, de hát ez betudhat annak, hogy úgy tűnik, hogy Balázst elvesztettem, amióta megnősült. Nem az én legjobb barátom, hanem Betty legjobb barátja. Nem kell sértődött a tényleg. Nem vagyok sértődött, abszolút. Miért? Szerinted én olyan sértődős vagyok? Felöltözöm, megyek. Itt is voltam, még sincs este. Bármikor, gyere, csak ilyen, ja, ilyen fél órát. Bármikor jöjjön. Csak ne ilyen nagy pakkokkal. Ja, a cipőm is kint van kint a lépcsőházban. Jó, oké, egy picit akkor jó. Óriási. Örültünk. Szomszédoknak ne köszönjek be? Nem, mert őket is ismered? Ha igen. Szia, Bari. Szia. Ciao. Szia, Pamela. Vártál már? Ja. Tényleg? Mennyire? Nagyon. Nagyon jó érzés van a szívemben, hogy újra itthon van, és újra egy család vagyunk, és újra úgy fekszünk le, hogy összebújva, mint ahogy azt mindig szoktuk, és együtt köszönünk el éjszaka a Natitól. Hogy csillog a szemed? Nem vagy rosszul. Nem. Biztos. De belelendültél itt a pakolásba. De jó itt van. És most te hozzá költözöl? Jó fiú voltál? Mindig jó fiú vagyok. Mindig jó fiú vagyok, ez nem is tudom, hogy Pamela nem miért kérdéses. Nekem csak a hírem rossz. Megnézem a kislányomat, jó? Jó, úgyis ébren van. Szia, hogy szegény, egyből megvakult. Ébren vagy. Szia, törte. Apa már mindig itthon lesz, jó? Jó? Hallottad, hogy mondta, hogy jó? Igen. Hallod, itt a fejedben itt vannak a virágok. Tényleg. Szia! Csókolom! Istenem, hiányoztál nekik. Igen. Szia! Szia, búvárgyelő! Szia! De szép vagy. Olyan szerencsés, hogy rám hasonlítasz. Igen.
Kinek a nyaka ez? Enyém? Életem. Gyere már ide. Mit csinálsz? Húzod a hajam. Nézzem a kis testedet. Kis testem? Aha. Krisztián, te k***faj. Hogy beszélsz? Itt van, te hazajövök és izél? Nagyon távolról figyellek majd, hogy milyen gyönyörű vagy. Mi? Gyere már. Mit akarsz? Hát téged. És mit akarsz tőlem? Hát mindent. Sorold. A testedet, a lelkedet, a szívedet. És mi? Mindent. Egyből elkapta őt a hév, hogy akkor majd most mi együtt leszünk, és tök jó lesz. Hát azért ez nem ilyen egyszerű, mert ettől függetlenül, hogy ő átúszta a Dunát, még mindig nincsen megmagyarázva a sztori, és az SMS még mindig ott van, és még mindig nem tudom, hogy miért van ott az SMS, úgyhogy még magyarázattal tartozik. Nagyon szeres, odaadóan. Megérdemled, hogy annyira szeresselek? Hát ki érdemelné meg, ha nem én? Hát én nem tudhatom. Csak lehet, vár rám az életben még valami csodalegény. Tényleg? Aha, aki nem csinál olyanokat, amiket te csináltál a Szilvivel. Mi mit csináltam? Hát én ne nem kezd tudom. Már újra. Mit csináltál? Csak te létezel nekem. Nem csaltál még ebben a pár napban? Nem. Biszti guszti? Biztos. Soha nem tennék ilyet. És most, ha rám szakad itt a plafon? Akkor az csak statikai hiba. Egy férfinak egyetlen dolga van, azt adja a nőnek, amit szeretne kapni. Hogyha a nő olyan választ szeretne, olyan választ kell, egy másik választ lehet, akkor másik választ kell. Össze kéne bújnunk, szerintem ágyaz meg, és össze kéne bújnunk. Pont ezt akartam mondani, hogy megágyazok, és te itt aluszikálsz kint egyedül, én meg benne a Tibogyóban. Nem. De. Nem. De. Miért? Azért. Nem. De. Mi hazajövök, és nem alszol velem? Hogy ezt ugye nem mondtad komolyan. De még nem akarok veled aludni, Krisztián. Mi az, hogy nem akarsz azért, velem aludni? Azért, mert tök jó fej volt el, hogy bementél a vízbe, meg minden, de még nem. És akkor? Még nem bizonyítottál ezzel. Most miért álltál föl? Azért, mert meg szeretnék ágyazni. Azt gondoltam, hogy emiatt a pár hét miatt maga a puszta jelenlétem itt kisimítja a dolgokat. Úgy tűnik, hogy ez kevés volt. Egyelőre egy nagy kérdőjelet értem haza. Hát pakolom is. Na! Gyere ide! Az én ágynevőm? Nem, Hódi! Nem! Mano! Nem! Nem így képzeltem, hogy ha haza költözöm, akkor külön fogok aludni. Másrészt meg egyébként sem tartom normálisnak, hogy tehát mi ugyanúgy nem kolesztársak vagyunk, hanem majdnem kvázi férj és feleség. Mi van ez? Rosszul vagy, hogy ilyen kedves vagy? Nem. Szédülsz? Nem. Fel? Nem. Hát? Semmi. Akarsz valamit? Semmi nem akarok. Ismerlek, mert Hódi. Tök jó lett volna Krisztiánnal együtt aludni, ugye ennyi idő után, csak még azt érzem, hogy azért még nem telt el elég idő, és még mindig nem érzi a súlyát annak, hogy ő mit csinált, úgyhogy még picit büntetnem kell. Arra gondoltam, hogyha jóvá szeretnéd tenni azt, amit csináltál. Igen. Hogy mi lenne, hogyha vennénk nekem pár új ruhát, mert hogy mikor terhes voltam, akkor nem vettünk egy ruhát, és most már kéne egy pár új. Te állandóan shoppingolsz magadnak. Szerintem valakivel összekeversz.
Kivel? Hát egyrészt vettünk neked ruhákat, mit? Kettőt tudtam, mennyit? Hogy ezért... Kettő zsák ruhát vettünk. Szerintem, ha egy nőtől megkérdezzük, hogy mit kapott utoljára ajándékot, tudtira nem emlékszik rá. Tehát azt gondolom, hogy ez nálunk abszolút így van, és ő azért rengeteg mindent vett, csak azok a ruhadarabok, azok a dolgok már nem lettek fontosak. Ahhoz nincsen kedved, hogy elmenjünk valahova most, hogy már natkópatkó sokkal nagyobb? És hova akarsz utazni? Sehova. Hát menj haza Maglódra, anyag. Krisztián, légy, csak menjünk el egy picit egy hétvégére, egy ilyen békítő hétvégére. Békítő hétvégére? Aha. Tényleg? Nem is voltunk sehol együtt, csak egyszer. Tényleg? Aha. Uh-huh. Léci? Na, majd elmegyünk, veszünk neked ruhát, a többit nem majd meglátjuk, jó? Jó. Van még egy hírem az álmodra. Na, meg? Arra gondoltam, hogy lecserélem az autómat. Hát de eddig ez volt az élet, az értelme. Hát imádom ezt az autót, de nem férek el bele. Nem, meg te a saját autóddal mész és közlekedsz. De mert én szeretem a kis autómat, de viszont nem férek el a Natival benne. Nincs, hogy de viszont. De? Olyan van, hogy vagy de, viszont. Vagy viszont. Pontosan így van. Akkor... Nem férek el benne a Natival, mert hátul az egész helyet elfoglalja a babakocsi, a Chloét már nem tudom betenni, meg a Natinak a cuccai. Ekkora a csomagtartó, így. A nőknek ugye megvan mindig az igényük, csak mindig egyen magasabb szinten. Hát ezt most hozza a Pamela, tehát hazaértem, és akkor legyen minden. Marha nehéz ezt pasiként megállni. Lecserélném. Picivel nagyobbra, csak most a csomagtartó lenne. És te cserélnéd le, vagy nekem kell lecserélni? Én cserélném le, csak te mondanád azt, hogy kivel menjek el nézni magamnak autót, vagy ki segítsen nekem, mert valószínűleg nem te kell. Nem fogsz ebbe a kategóriába nekem segíteni autót nézni. Tehát nem kell, hogy én vegyek autót, tehát te majd megoldod a kis pénzedből. Meg. Jó. Na most, mivel én azt a kategóriát nem ismerem, igen. Jó, akkor szerintem hívd fel majd a Balázst, és akkor Balázsra menjetek el, azt nézzetek autót, jó? Most veszünk nekem sok minden? Hát én... Végre már lejjebb ment olyan... a kis habstestem, arra menjél, ott a Máj 77. Olyan sok mindenre nem gondoltam, de... Miért? Hát mert azt gondoltam, hogy kapsz egy ruhát, az kész. Hello! Hogy örülsz? Hello! Szia! Hello. Jó sziasztok. Reggelt! Nézd, milyen jó helyre hoztalak, még bombázol az eladó is. Sziasztok, tudok esetleg valamit segíteni? Igen, én nagyon sok ruhát szeretnék. Imádja ezeket a bevásárlóközpontokat, és fél napokat el tudnak ott tölteni a barátnőivel. Hát most én lettem az áldozat, én voltam a kísérőlegény, és viszont látszik a szemében, ugrál, örül, boldog, bárcsak nekem is lenne egy terület, amitől én ennyire boldog lehetnék. Ne pakoljál annyit! Hát, de! De várjál, és ezek az én méreteim? Vagy egyáltalán ez van? Van egyáltalán a méretedben? Ezt is... Hallod, Berki? Miért nem mész el egy kicsit sétálni, aztán szellőzteted ki az agyadat? Nagyon sok ruhám van nekem is, de Pamelában úgy tűnik, hogy utol akar érni. Valószínűleg lassan sikerül is. Több gardrobot nem tudok otthon csinálni, több szobát sem tudok kialakítani, úgyhogy lehet, hogy most már lakást kell vásárolnom. Nem próbálsz, életem? Azt is. Még pakolok be, nyugodj meg. Jó. Gatyó. Ezt is. Ugye milyen szép? Na most én már tudok ilyet csinálni. Tiszta Pamela. Hála Istennek. Mit szólsz hozzá? Tiszta anyád vagy. Nézd meg, most elkezd sírni, hüp-hüp. Kicsit éhes, majd meg fogom etetni. És fogod bennem látni az apai ösztönöket. Ezt sem, mert apai nagyon szép van. Hihetetlen. Szeretek flörtölni. Igazából ez a kvázi klasszikus nő férfi szeretnél több ebbe úgy sincsen, tehát megnézem a határokat rá, megnézem, hogy mire reagál. Hallod, mehetünk már, vagy mi van? Már nyugodj meg, már megyünk is. Már rég kivált. Mi van, már unatkozol? Nem, csak én célirányosan ki tudtam. Ja, elment a csajom, nagyon vicces. Elment? Telefonszámot kaptál? Ez csak e-mail címet. Te mit csinálsz? Te. Ezt nem visszük el, mindet. Ezt az előző 5 percért kapod. Ez egy előző 5 percért. Picivel többet választotta a kelleténél szerintem. Mondom, de benne van az előző 5 perc is. Ja, hogy most bosszúból vegyek. Igen, az elmúlt 3-4 hét benne van, meg... Nincs szükséged rá, de én azért vegyem meg pluszba, nem? Amikor magadnak veszel egy kabátot, egyetlen egy kabátot veszél ennek az összes árából, úgyhogy nyugodjál meg. Jó, de az én vagyok. Ha már most elmegyünk shoppingolni úgy, hogy ő volt a hibás, és mondjuk most jobbá akarja tenni, akkor most miért nézem azt, hogy ő neki most több legyen a zsebébe, vagy ne legyen több? 139 000 forint lett a vége. Tadám, az a több terepe, de eddig ott volt hátul, most ott van.
Nem, és tényleg a 10.000 fontos ruhákból ezt sikerült összehoznod? És milyen sok mindent sikerült összehoznom? Van, aki egy hónapot dolgozik ezért az összegért. Krisztián, te egy kabát árért többet szoktál fizetni. Konkrétan egy kabátot vesz, annyi pénzért, mint amiért mi vettük most 15 ruhát nekem, vagy 10-et. A sapkát meg a sárat beleszámoltad, hogy megkaptam? Megkaptad ajándékba, na, végre valami jó is történt. Miért megkapta ajándékba? Igen. Igen. Hát egy de sapkát meg egy sárat. Nem ajándékot kaptam, kedvezményt. De ez egy női ruha volt, Berki. Na, örüljél, hogy megvettem inkább, tudom, aztán ennyi. Sziasztok! Köszönjük szépen! Nagyon szépen köszönjük! Csó. Én majd lehet, hogy benézek azért. Csörög a várjál már, mert csörög a telefonon. Pont akkor, amikor kilépünk, hogy fagyjak szét, és hol állunk? Na? Halló, Berki. Közben nem tudunk menni. Szia, Frater Gergő vagyok, a Lifestyle and Fitness magazin tulajdonosa. Szia. Arra szeretném megkérni, Krisztián, hogy szeretnék veled készíteni egy fotósorozatot, illetve interjút a magazinban, hogy elvállalnád-e? Milyen formában? Vagy ez testépítés miatt? Vagy fitness miatt? Igen, a testépítés és a fitness miatt szeretnénk, illetve az életmódod miatt, mert ez egy lifestyle magazin. Nem véletlenül foglalkozom testépítéssel, tehát igenis fontos nekem az, hogy ha már ezzel foglalkozunk, akkor valahol legyen olyan terület, ahol ezt meg is tudjuk mutatni. Ez ugye a versenyzés, valamint pontosan az ilyen életmód magazinok, ahol igenis az ember hitelesen be tudja mutatni, hogy mi az, amivel foglalkozik. Nagyon szívesen. Kell találkoznunk személyesen előtte, hogy egyeztessünk? Igen, az jó lenne. Megköszönném. Hétfőn vagy valamikor a jövő hét folyamán, hogyha neked megfelelő lenne. Jó, akkor megteszed azt nekem, hogy elküldöd az elérhetőségedet, és akkor hétfőn keresel engem, és akkor hétfőn este összefutunk, jó? Persze, köszönöm. Oké, okay. Köszönöm a lehetőséget. Köszönöm. Szia! Én köszönöm, hogy válaszoltál. Viszont. Mi ez már megint? Címlap. Milyen címlap? Testemet akarják. Egyszer akartam a középpontban lenni, és egyszer akartam, hogy egy nap rólam szóljon, és természetesen pont akkor jön neki a kis csodálatos telefonhívás. Címlapon lesz Berki Krisztián, marha jó, még jobban önimádó lesz az uram. Szerinted, ha nem lennének neki ilyen, csak akkor felhívnának? Van kedved megnézni a bucikat? Pont nincs. Miért? Elég volt kifizetnem. Ó, milyen volt? Milyen? Hogy kifizettem? Az is baj. Nem azt mondom, hogy az baj, csak hogy nem örülsz velem. Hogy ne örülnék? De én meg mindennek mindig örülök, amiket te veszel magad. Tényleg? Nézzél már rám. Nati! Nézzél rám. Tetszik? Hódi. Tetszik? Ez anyáé. Majd hallod, amit leszek? Mondok, Hódi? Hogy ne hallod. Jó leszek itt címlapra? De Krisztiánka, de te miért akarsz állandóan címlapozni? Én akarok az lenni, vagy engem hívnak fel, nem mindegy. Te kis csődör, gyere. Majd kapsz estet. Vele van szó végre? Hogy? Hogy mutattad? Így. Vinettu lovának akkora van. Szeretem a popsit. Te tényleg bunkó vagy, Berki, most már? Miért? Se jó pofizzon neked. Abszolút nem vagyok elégedett a testemmel, tehát baromira nem vagyok elégedett, mert még mindig ott van a pocakom, a bőr még nem húzódott vissza, még mindig van rajtam narancsbőr, még mindig nem látszik a karom, amilyen volt régen. Még abszolút nem vagyok elégedett vele. Ezt húzzuk arrébb, mert nem látom magam a konyhába. Nézd már, apa, mit csinál? Itt szeretek állni, és ott szeretném magam látni. De Krisztiánka? Nézd meg. Igen, ekkorista állatot, mint amekkora te vagy, esküszöm, nincs ekkora még egy a földön. De szalál komolyan mondom, Natival mondjuk. Igen, nem, apa, egoista vagy, és remélem, hogy ez tőled nem öröklöm majd. De miért az jövök egoista, mert valaki megkeres, hogy címlapot akar? Krisztián, mióta megszületett, azóta egoista. Tehát szerintem az első perctől kezdve, hogy kijött anyukájából egoista, és ez nem is fog változni. Tehát minél több felkérést fog kapni, minél jobban odaig lesznek érte ezek a kislányok vagy nagylányok, annál jobban ez lesz. Én vagyok a Berki. Mi csinálsz? Kiterítem Natkót, hogy ki tudjon neki nyújtozni. De ne ide teríts ki, miért nem teszed le aludni végre? Most kelt föl, Krisztián, miért tenném már őt le? Szia, mondjam! Mert jó lenne, ha mondjuk ez a sok textil, amit most vettünk, lekerülne rólad. Szóval ami komoly műsort most már itt hetek óta, amit ígértél, nekiugorhatnál. Ki ígért neked bármit is? Te miről beszélsz? És a házastársi kötelezettséged? Ő van nagyon rám kattanva.
Én is szívesen lennék vele, de most azt érzem, hogy erősnek kell lennem, hogy megtanulja a leckét. És igenis, én bírom tartani, tehát abszolút nem vagyok egy nymphomán emberke. Nem kap semmit. Nézd, hogy nem kapok semmit. Mert meg nem érdemled meg. Nagyon cuki voltál meg minden, de hát azért a dolgok még mindig. De tényleg, ezt komolyan befejezhetnéd már. Nem mit? Azért meg körülbelül kiraknám a közösségi oldalra, hogy kinek lenne kedve, több ezerre jelentkeznének. De meg itt tízész. Csináld a fesztivált. Hallod, Hódi? Ha hogy ne? Nehogy izé, kóborjáratra menjek. Azt tudjam meg, Berki. Mi, akkor mit csinálsz? Már tudod, hogy mit csinálok, elmondtam már egyszer. Megszabadulsz ettől a testrészettől.